6 vajdasági család vette át ma Szabadkán a szülőföldön magyarul oktatási és nevelési támogatást. A köztársasági parlament elfogadta a köztulajdonról szóló törvényt a VMS által beterjesztett módosítások nélkül. Csak is együttműködéssel és a fiatalok hatékonyabb bevonásával maradhatnak meg azok az értékek, amelyeket a cserkészek vallanak. Horgoson a hétvégén tartották a 22. horgosi szüreti napokat. Köszöntöm a nézőket! 6 vajdasági család vette át ma ünnepélyesen Szabadkán a szülőföldön magyarul oktatási és nevelési támogatást. A CMH iroda ünnepségén részt vett Répás Zsuzsanna. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár azt nyilatkozta a Pannon RTV-nek, hogy a versenyképes, megalapozott tudás csak anyanyelven való tanulással érhető el, ezért fontos az anyaországi támogatás. A 2010-2011-es tanévben az iskolások mellett első ízben részesülnek az óvodások is oktatásnevelési támogatásban. Ez az a biztos pont, amire összetudunk gyűlni, és amiköré összetudunk gyűlni, és amire támaszkodni tudunk évről évre. Nagyon fontos, hogy amikor a gyermek először belép az oktatási rendszerbe, akkor anyanyelvén tudja kezdeni. Nagyon sokszor ott dől el a kérdés, hogy később milyen nyelven folytatja a tanulmányait. Ha nem ragaszkodunk a magyar nyelvhez, akkor nem fogjuk tudni a gondolat, az érzéseinket úgy kifejteni. Bizonyos dolgokat az ember csak az anyanyelvén tud igazán. Éppen ezért fontos, hogy a gyermekek a tanulási folyamatban anyanyelvükön tudjanak részt venni, hiszen nagyon sok felmérés igazolja, hogy igazából eredményesen csak anyanyelven lehet tanulni. Sokkal sikeresebb azok a gyermekek, akik anyanyelven tudják végezni az iskolát, mint akik egy más nyelven kell, hogy végezzék. Vajdaságban összesen 24.500 iskolás és 1.800 óvodás kapja meg a fejenkénti 75 euró értékű támogatást. A tervek szerint a kifizetések decemberben befejeződnek. A köztársasági parlament elfogadta a köztulajdonról szóló törvényt a Vajdasági Magyar Szövetség által beterjesztett módosítások nélkül. Az elvetett módosítások elengedhetetlenek lettek volna a tartomány gazdasági fejlődéséhez, nyilatkozta a Pannon RTV-nek Pásztor Bálint, a VMS parlamenti képviselője. A VMS parlamenti képviselői nem biztosították a határozat képességet, azaz a kvórumot, ugyanis mi ebben láttuk annak az esélyét, hogy egy ilyen törvény ne kerüljön elfogadásra. Sajnáljuk, hogy a VMS módosítási indítványait nem fogadta el a parlament, ugyanis meggyőződésünk, hogy azok megteremthették volna Vajdaság gazdasági fejlődésének tulajdonjogi alapjait. Azt pedig egyenesen károsnak tartjuk, hogy fél éven belül a kormány fogja meghatározni, hogy tulajdonképpen melyek azok a vagyontárgyak, amelyeket Vajdaság épített ki, illetve amelyek szükségesek a tartományi hatáskörök ellátásához. A Vajdasági Magyar Szövetség azoknak a tulajdonjogi alapoknak a megteremtését kísérelte elérni az elmúlt napokban, amelyek elengedhetetlenek a tartomány gazdasági fejlődéséhez, áll a párt szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. A VMS kiemeli, európai civilizációs érték, hogy a tartomány, annak városai, községei, illetve a helyi közösségek is rendelkezhessenek saját reális vagyonnal. Mi a továbbiakban is azért fogunk küzdeni, hogy a látszat megoldások helyett a gazdasági fejlődést biztosító valós decentralizáció irányába mozduljon el a közgondolkodás, áll a VMS közleményében, amelyet a párt elnöke írt alá. A vagyon visszaszármaztatási törvény szavazás előtt álló javaslata a VMS számára teljességgel elfogadhatatlan, írja közleményében Pásztor István, a párt elnöke. Kiemeli, hogy a történelmi megbékélés szorgalmazása és a kollektív bűnösség elvének eltörlése a VMS politizálásának alapköveit képezi, olyan európai értékeket, amelyek semmilyen körülmények között nem ad fel a párt. Az elmúlt napokban a vajdasági magyar közösségnek arra kellett rádöbbennie, hogy a többségi társadalom politikai elitje továbbra sem érett meg arra, hogy változtasson egyoldalú történelem szemléletén, írja közleményében Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. 25 éves a nagybecskereki egyházmegye, a jubileum alkalmából ünnepi szentmisét tartottak a hétvégén Erdő Péter bíboros vezetésével.
Erdő Péter hangsúlyozta, az önálló egyházmegyének fontos szerepe és feladata van a bánságban élők hitének kultúrájának megőrzésében. Dr. Németh László nagybecskereki megyés püspök szerint pedig fontos, hogy az emberek közösséghez tartozzanak. Igyekszik az itteni katolikus világ megállni a helyét, megtalálni az új formáit annak, hogy hogyan adja tovább a hitének és a kultúrájának az értékeit. Még szorványban vannak falvaink, ahol 3-4 katolikus van csak, de amikor eljönnek egy ilyen ünnepségre, akkor összetartoznak. Százfalvi László egyházi nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, a nagybecskereki egyházmegye ünnepe azt bizonyítja, hogy fontos az összefogás. Dr. Korhec Tamás a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint az egyházmegye nemzetmegtartó szerepet is betölt. Ez a mai ünnep éppen arról szól és éppen azt üzeni, hogy mindig van újrakezdés és mindig van reménység, és Isten kegyelméből is az itteni magyarok és az itteni magyar keresztjének katolikusok összefogásából van és lehet jövendő. Németh László püspök úrral az élen az egyházmegye most a jubileum alkalmából is megerősödik, és képes lesz arra, hogy ezt a nemzetet, ezt a közösséget, ezt a katolikus közösséget megtartsa itt a bánságban is. Az ünnepség keretében adták át az idén megalapított Szent Gellért díjakat azoknak, akik egyebek mellett a rászorultak támogatásával segítik az egyház munkáját. 100 éves a cserkészet. Ennek apropóján szerveztek a hétvégén Szabadkán konferenciát, amelyen a cserkészet jelenéről és jövőjéről tanácskoztak. A résztvevők szerint csak is együttműködéssel és a fiatalok hatékonyabb bevonásával maradhatnak meg azok az értékek, amelyeket a cserkészek vallanak. A cserkészet jövője a Jövő Cserkészete címmel megtartott nemzetközi konferenciára Vajdaságból, Magyarországról és Horvátországból érkeztek vendégek. A tanácskozáson arra keresték a választ, hogyan lehetne a fiatalokat minél nagyobb számban bevonni a cserkész életbe, és elfogadtatni velük azokat az értékeket, amelyek mentén a cserkészek szerveződnek. A cserkészet hogyan adhatja azt a többletet, vagy azt a segítséget a fiatal nemzedéknek az emberségességre, erkölcsösségre, hazafiasságra, lelkiismerettességre való nevelésben, amelyet valamikor Bipi megálmodott, és nagyon sokáig nagyon jól működött. Nem szabad hagyni, hogy elfelejtsék a cserkészet jelentőségét, éppen ezért szükséges az egész Kárpát-medencére kiterjedő együttműködés, emelték ki a konferencián. Nem pártpolitikai célokat szolgál, hanem nemzeti érdekeket szolgál, és európai értékeket véd és szolgál. A mai modern számítógépes világban kevés fiatal érdeklődik a cserkészet iránt. Az Észak-Bácskai Magyar Cserkész Egyesületnek például valamivel több mint 400 tagja van. Nem divat a hit, nem divat a vallás, a szülők nem támogatnak minket, de mondom, még mindig vagyunk elegen ahhoz, hogy fönnmaradjunk. A konferencián megállapították, hatékonyabb módszerek kellenek a cserkészek toborzásához, hogy annyian legyenek, mint 15 évvel ezelőtt. Ismeretlen tettesek tetemes kárt okoztak az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ földszinti helyiségeiben. Ismeretlen tettesek behatoltak a hétvégén az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központba, és tetemes kárt okoztak az intézmény nagy termében előcsarnokában. Bementek a nagy terembe, ott törtek, zúztak, tehát a zongorát szétzúzták, akkor a fali lámpákat, csillárokat, székeket dobáltak föntről a balkonról le, betörték az óriási üvegajtót. Az elkövetők nem kerestek anyagi javakat, derült ki a helyszínelés során, viszont óriási kárt okoztak a művelődési központnak, amelynek vezetői novemberben jubileumra készülnek. A vandál cselekedet minden bizonnyal rányomja bélyegét az évvégi ünnepségek lebonyolítására. Mélyen érintett mindannyiunkat ez a mostani eset, és nem tudom, nagyon kevés pénzből vagyunk kénytelenek működni, és az, hogy nincs őr, tehát nincs éjjeli őr a Petőfiben. A helyszínelő vizsgálóbíró elmondta, hogy ismeretlen tettes vagy tettesek ellen tesznek feljelentést, a keletkezett anyagi kár értékét még nem becsülték fel. A vizsgálóbíró szerint nincs nemzeti alapja a vandalizmusnak.
A Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Szövetség elkeseredéssel értesült az Újvidéki Petőfi Sándor Művelődési Központot ért hétvégi vandál támadásról, áll az MNT és a VMS szerkesztőségünkhöz eljuttatott közös nyilatkozatában. A közlemény szerint közös cselekvésre, összefogásra és együttes fellépésre van szükség ahhoz, hogy elejét vegyük az erőszaknak, hogy megakadályozzuk a nemzetiségi viszonyok megromlását, különös tekintettel az elmúlt napok temerini eseményeire. A dr. Koretz Tamás, MNT elnök és Pásztor István VMS elnök aláírásával ellátott közleményben az áll még, hogy kérik és követelik a bűnüldöző szervek erélyes és szakszerű fellépését, azt, hogy azonosítsák az elkövetőket és azok esetleges felbújtóit annak érdekében, hogy elnyerhessék megérdemelt büntetésüket. Első alkalommal csatlakozott Szabadka a Kutatók Éjszakája elnevezésű európai szintű rendezvényhez. Az északbácskai városban csaknem 30 kiállító ismertette munkáját, illetve mutatott be modern találmányokat. A tudományokat, a tudósokat, illetve a találmányokat népszerűsítő bemutatót a Szabadkai Műszaki Főiskola szervezte. A rendezvényen számos szabadkai iskola vett részt, és magyarországi szakemberek is tartottak előadásokat. A Kutatók Éjszakájára látogatókat kortárs zene szórakoztatta. Létezik egy sztereotípia, ami szerint a kutatók unalmasak, a kutatásaik félelmetesek, és ezeket a dolgokat próbáljuk emberek közé, illetve bemutatni, hogy ez nem így van. A kutatók is átlagos emberek a foglalkozásukon ugye kívül ugyanúgy kommunikatívak, ugyanúgy buliznak, ugyanúgy mindennapi dolgokat is tesznek. Az érdeklődők a tudomány minden területéről kaptak ízelítőt, a kémiától kezdve a számítástechnikán keresztül egészen a csillagászatig. Érdekes, a többnyire a kémiai kísérletek, meg ezek a robotok, ezek érdekesek számomra, főleg ez a szénzoros, mi nem megy neki semminek. Jako mi zanimljivo deluje. I mislim da je jako dobro zato što je ono pravi način da se popularizuje nauka. U stvari da pokažeš da ona nije dosadna i suvoparna, već da može nešto jako zanimljivo da se dešava u njoj. Tako da je super. Szerbiában egyébként még három városban tartották meg a rendezvényt, Belgrádban, Újvidéken és Nagybecskereken. Horgoson a hétvégén tartották a 22. horgosi szüreti napokat. A háromnapos rendezvény nemzetközi asztalitenisz versennyel kezdődött, és a vidék terméséért bemutatott hálaadó szentmisével zárult. A szüreti napokat terménybe mutató pálinka verseny, alkalmi kiállítások, őspörkölt főzés, kirakodóvásár, kerékpárverseny, színvonalas művelődési műsor és a bikini együttes koncertje fémjelezte. A nézők a helyszínen megtekinthették a pálinka főzés végső fázisát. Én nem gyümölcstermelő vagyok, hanem, mint említettem, bodzát telepítettem be azzal a szándékkal, hogy a virágját fogom értékesíteni a gyógynövényesné. Mivel nem kaptam megfelelő árat, ezért beért a bodzám és pálinkának főztem ki, és maradtam enni, mert mondom, nagyon megszerettem. Az őszpörkölt főző versenyen részt vett a Mátrában lévő Vükszék csapata is. Nálunk a nagyvadak azok, amelyeket inkább mi is fogyasztunk, mert apró vadak inkább az Alföldön vannak. Szívesen főzzük, szívesen fogyasztjuk, úgyhogy most is nagy örömmel készítettük el a mai menüt. Ezt az őszpörköltet a Mátrában szedett vargánya, szárított vargánya gombával készítettük, ami csak ott terem és nagyon finom ízű. A horgosi születi napok rendezvényei megjelentek a községi önkormányzat és a környező települések, valamint Horgos testvér településeinek küldöttségei és csapatai is. A versenyprogramok mellett a szervezők kiváló szórakozási lehetőségeket biztosítottak a szép számú látogatónak. Két alkotótábor műveiből nyílt kiállítás pénteken Bács-Fekete-hegyen. A nyár folyamán megszervezett nemzetközi művésztelepen és az első Amfora nemzetközi keramikus találkozón született alkotásokat állították ki. Mindkét alkotóműhelyben számos hazai és külföldi művész dolgozott. A Bács-Fekete-hegyi kultúrotthonban megszervezett kiállítás megnyitón a két alkotótábor munkáit, számos festményt és kerámia tárgyat tekinthettek meg az érdeklődők. A szervezők elsődleges célja a település képzőművészeti életének fellendítése volt. Akkor, amikor mindenhol a művészet hanyatlásáról beszélnek, akkor nem csak Bácskosútfalván, nem csak ismét Zentán pezseg az élet, hanem itt Bács-Fekete-hegyen is. A festőtábor szervezője Gyurkovics Hunor volt, a keramikus találkozót pedig Nemes Fekete Edit koordinálta, aki elsősorban a szakma utánpótlásának fontosságát hangsúlyozta. Minden lépés az irányába kell, hogy történjen, hogy fiatal generációk tanulják ezt a szakmát,
mert kiemelkedő keramikusokat csak akkor kapunk, ha széles alapokról indulunk. A kiállítást Nárai Éva képzőművészeti kritikus méltatta, aki visszatekintett a művésztelepi mozgalomra és díjazta a Bács-Fekete-hegyi kezdeményezést. A tárlaton helyet kaptak a táborokban résztvevő gyermekek munkái is. Fogadhajtás, elegáns díjlovaglás, lovaspóló, ló- és fogadszépségverseny, csikós bemutató, ügyességi játékok, kötélhúzás, főzőverseny és kirakodó vásár szerepelt a harmadik Ludasi Lovas Találkozó programján. A rendezvényre több ezren látogattak ki az egész régióból. Stipan Barjaktár hajtó hiba nélkül 1 perc 6 másodperc alatt teljesítette a pályát, így az ő győzelmével ért véget a fogadhajtó verseny a Ludasi Vásártéren, a harmadik alkalommal megrendezett lovas találkozó keretében. Az eredményektől azonban sokkal fontosabb volt a hangulat, az ismerkedés. A lovas találkozó célja, hogy itt a vajdasági elsősorban magyar lovas hagyományokat bemutassuk, ismerkedjünk, ismerjék a lovasok egymással, és megmutassuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak a lovaglásban, a lovasportban, elsősorban a hobbira gondolunk. Ezen a hétvégén tartották a ludasok találkozóját is. A Heves megyei ludas és az erdélyi Maros ludas képviselői is részt vettek a lovas találkozón, legalábbis a főzőversenyen. Ezt az érzést, ezt az összetartozást, amit itt látunk, hát ezt nem sok helyen érheti át az ember. Tehát talán oda-haza nem is, én azt mondom, tehát itt idekint a hazától egy kicsit távolabb, ugye igaz 20-30 kilométerre vagyunk csak a határtól, de akkora összetartást, akkora emberi érzéseket látok mindenki, hogy szívesen jött. A lovas találkozón tartottak lovaspóló és csikós bemutatót is. Az eleganciát a kelebiai ménes lovasai képviselték, Erzsébet királynő korabeli jelmezekben tartottak díjlovagló bemutatót. Az elmúlt héten 16 közúti baleset történt a szabadkai utakon, áll a rendőrség közleményében. 9 esetben történt személyi sérülés, 7 esetben pedig csak anyagi kár keletkezett. Egy ember életét vesztette, 6-an súlyos, 3-an pedig könnyebb sérülést szenvedtek. A rendőrség az elmúlt héten fokozott ellenőrzést tartott az utakon, 440 sofőrt ellenőriztek, 112 esetben pénzbírságot szabtak ki, 37 személy ellen pedig szabálysértési eljárást indítottak. A tűzoltókat az említett időszakban 15 alkalommal riasztották. Nemzetközi falmászó versenyt rendeztek a hétvégén Palicson. A sportesemény egy IPA projektnek köszönhető, amelyet a szabadkai Spartacus és a szegedi Meteor Hegymászó Klub közösen valósít meg. A határon átnyúló regionális falmászó liga 6 versenyéből 3-at már Magyarországon meg is rendeztek, a 3 szerbiai közül pedig Palics volt az első helyszín. Az IPA projekt legfőbb célja a falmászás népszerűsítése és a sportolók tudásának tökéletesítése. A sportág Szerbiában egyelőre nem olyan tömeges, mint más országokban. Ha paradigma s ostalim zemljem a regionu, možemo reći da smo zadovoljni. Ako bismo ih poredili sa zemljama koje su visoko razvijene, apsolutno smo daleko od njih. Najbolje bi bilo kad bi svaka škola imala neku boulder salu gdje bi deca mogla da treniraju, jer ovaj sport je za decu dobar, jer razvija i psihičke sposobnosti i fizičke sposobnosti. A megmérettetésen Magyarország és Szerbia klubjaiból 100 sportoló vett részt pionír, junior, ifjúsági és felnőtt kategóriában. Előtte még csak ilyen érmek és serlegekért csináltam, de most már jó szórakozásból is csinálom, és ezért szeretnék még edző is lenni. Annak, aki a falmászást választja, erősnek, rugalmasnak kell lennie és nagyon oda kell figyelnie. Taj človek je veoma spretan, pokretljiv je i pre svega treba biti pametan dosta. A falmászás 2020-ban olimpiai sportág lehet. Emiatt is fontos, hogy a sportolók fejleszték tudásukat. Sokak szerint a szabadkai Spartacus és a szegedi Meteor Hegymászó Klub közös IPA projektje a majdani jó szerepléshez is hozzájárulhat. Krikett bemutatót tartottak Magyar-Kanizsán. Az egykori brit birodalom egyik legnépszerűbb sportját a Magyar-Kanizsai Önkormányzat és a Községi Sportszövetség szervezésében lehetett megismerni. A rendezvényen elsőként a londoni Kokas Klub és a Kanizsa Kings vegyes csapata lépett pályára, majd a szerb és a magyar krikett válogatott mérkőzött meg az első Kanizsa kupáért. Magyarországon már 7 éve űzik ezt a sportot, klubok is válogatott szintjén egyaránt, de még mindig messze vannak a világ élvonalától. Két hónap ezelőtt volt egy
a Nemzetközi Krikit Szövetségből volt egy delegáció, átjött Magyarországon, és megnéztek az összes pályát, meg ligát, hogy működik minden, és ebből remélhetőleg lesz olyan, hogy beléphetünk az első szintre az ICC-nek, a Nemzetközi Krikit Szövetségnek. Ami azt jelenti, hogy még anyagi támogatást is kaphatunk. Északi szomszédainál a hölgyek körében is egyre népszerűbb ez a sportág. Nálunk van olyan hölgy, aki 50 éves és teljesen jól tud még mindig játszani, szóval a krikett olyan sport, amit lehet idősebb korban is tényleg játszani. 12 éves kor, 10-12 éves kor az ideális kor, amikor elkezdik, mert kicsit azért nehéz, a szabály miatt kicsit bonyolultabb, de nagyon a gyerekek nagyon szeretik az ilyen kisebbek is futkosni a labda után, és teljesen egészen 50, meg az fölött is lehet játszani. A gyér érdeklődés mellett lejátszott mérkőzést, és ezzel az első Kanizsa kupát a magyar válogatott nyerte. A Pannon híradó végén még egyszer legfontosabb híreink röviden. 6 vajdasági család vette át ma Szabadkán a szülőföldön magyarul oktatási és nevelési támogatást. A köztársasági parlament elfogadta a köztulajdonról szóló törvényt a VMS által beterjesztett módosítások nélkül. Csak is együttműködéssel és a fiatalok hatékonyabb bevonásával maradhatnak meg azok az értékek, amelyeket a cserkészek vallanak. Horgoson a hétvégén tartották a 22. horgosi szüreti napokat. Holnap az interjú vendége Pásztor Bálint, a VMS szerbiai parlamenti képviselője. A közelképben a Szabadkán megtartott levéltári napról szólunk. A vitrásban a vajdasági drámaíró versenyen készült riportot mutatjuk be. Köszönjük figyelmüket, további kellemes estét kívánunk!